Ami nagyon-nagyon fontos, a hely mellett az étkezés és az itatás. Ezt, mint állatorvosnak muszáj mondanom, hogy nagyon oda kell figyelni. A vízről nem is beszélve, mert gyakorlatilag arról azt ilyenkor naponta nem egyszer, hanem többször át kell nézni. Tehát befagynak ezek a kis tálkák, amiben az itatást adjuk, gondolom, mindenhol a kutyának, macskának, az ebbe hidegben, mínuszokban többszörösen naponta be tudnak fagyni. Reggel mindig abba kezdem, hogy forró vizet ki, azokat a jeget valahogy fölverem, vagy kiürítem, és akkor vagy ráöntöm csak a forró vizet. Ilyenkor, amikor munkóta hazanyek, akkor megint azt nézem, hogy be van-e fagyva, nincs befagyva, akkor eset, vagy megmozgatom azt az edényt.